növényevők két kategóriában sorolhatók, ugye az emésztésüket tekintve vannak ugye azok, amelyeknek gyakorlatilag ugye kérődzőek, meg vannak azok, amelyikek hosszú bélrendszerre rendelkeznek, hogy a növényeket föl tudják dolgozni, ők az utóbbiba tartoznak, és ahhoz, hogy a rendszer megfelelően működjön, neki az, hogy mozogjon. Hát ugye az, hogy szépen minden haladjon előre a maga útján, ahhoz azt kell, hogy vártázzon egyet a ló, és hogy a hasüregben minden mozog, azzal az ütemmel szépen megindul neki az emésztése egy normális úton módon. Nem mellesleg mellette azért a vérnyomása is rendben áll, tehát ugye amikor megvan neki a maga kis rendülete, akkor utána már minden rendben lesz vele. Az arabok azok ilyenek. Ilyen kis vékonykák, így van. Nekem már nem lennének jók, maradjunk ennyibe. Úgyhogy, ha szeretnének neki adni, nagyon egyszerű a feladat. Nyújtott tenyér, zárt ujjak, és nem hagyjuk fel az ujjainkat, mert akkor hozzáfogyasztja a ló. Jó, ki szeretné megpróbálni. Lassan 8 éve vagyok itt, és az összes ujjam megvan még, megmondtam. Ennyi a titka, hogy tényleg az ujját az ember ne rakja be oda a fogai közé, és akkor nagy baj nem lesz. Tessék csak kizni. Hát én nem is az eset. Nem minden, csak egy pár. Na, ki lenne még olyan bátor, hogy az neki? Itt van ott még neked, az a kettő tenyeredből megeszik. Mindegyiknek adtam. Mindegyik kapott. Ennyi oda kapsz, és akkor lefényképez a póka. Nem merem. Úgy nem. Úgy nem. Annyiból lenne érdekes, hogy ő neki kisebbnek kéne, hogy legyen, mint a többi. Mit? Azt kérdezte, hogy a flamba vagy, és mondom neki, hogy ugye van. Gyere a gazdé, hozzá neked a mérges, én is vagyok. Nem tudom, hogy ezek a zsákból sem hozzá. Hát igen. A filmre emlékeznek, hogy a kincsemnek volt egy cicája, és úgy tudott jól versenyezni a kincsem ló, jó versenyló, hogy volt egy fekete-fehér macskája, vagy fekete. Filmben is van. Igen, igen, a hátára, és akkor mikor egyszer nem volt, akkor nem is akart versenyezni. Szeretik a macskákat ezek szerint. Na nézzük tovább. Hogy megsporoltuk egy csomó pénzt, meg egy csomó stresszalóaknak, mégis született itt lennénk Csikó, abból a ménes, az itteni kancártól. Őt azért mutatnám, mert így
Ezt ugye mondom, hogy két éves kora környékén kezdte el a váltani a színét, és akkor nagyjából egy olyan két már erre a szép világos színre. Tehát nagyjából annyi idő kellett. Ez ami legjobban hasonlít arra? Az arabra? Arra? Pár hónap alatt szinte átvált a szín. Erre a lóra mondták, hogy leginkább arra hasonlít, ami, amit behoztak, arab ló? Akkor még egyszer mondom, ablak, ez ablak jobb oldalán, körülbelül az aljától olyan 35 cm-re van egy szél, vagy sok szők van, mint egy ablak, hogy részén dolgok. És hogy végig, ugye zöldel van írva az ő névtáblája, tehát ez azt jelenti, hogy a Petit Grève az ő szerepel, hogy mind van a felirója volt. Mindig ott van. Ez genetikailag elvi szinten őnek is. Pontosan olyannak kéne lenni, mint a figyarab területet. Jól látom, csak az is nem ott nőttek fel ezek a lovak, ez már különleg ennyire meglátszik rajta. Megint úgy van, hogy a ablak, a rádió, a ablak, a jobb oldalán. Gyerekek, vannak ilyen. Hát ugye vannak ott itt dolgok, mert meg most itt kuszkodja a... Nekem képeztem. Nem kérdezik fényre, olyan sok is. Végig elmozdul. Nem a pohára. Ugye Németországban nem engedik már a süsség a lovakat, hogyha valaki szeretne ilyen jelölést nyerekhelyre, vagy bárhova, ott, ahol van neki a kis jelzése, az fagyasztva készül. Tehát ahova a nyerge jönne, itt ugye lehet látni egy 9-es, kevésbé fájdalmas, de hát nyilván lefagyasztják, tehát gyakorlatilag most, hogy lefagyasztom, vagy belesütöm, az eredmény egyrészt ugyanaz, másrészt pedig azért ugyanúgy szeltük a lovat vele, de ezt egyszer csinálják meg velük akkor, amikor hát ilyen november környékén elviszik. Tehát ő a gazdas nevezetű törzsménünk, kékkel van írva meg a családfája, és ez azt jelenti, hogy ő egy sági arab, tehát egy bábolnai arab ló. Törzsmény, mert hogy semmi más nincsen, csak egy római szám van a neve után. Az ő apja a Gazal 19-es, az anyja 190 Ságia 1-es. Aha. És ők a nagyszülők, dédszülők, ükszülők, ugyanebben a rendszerben mindig apák fölül, anyák alul, és lehet látni, hogy mindig az apa neve öröklődik. Tehát ott ugye a Bartók, ő neki, amikor átvették tenyésztésbe, akkor adtak neki egy sorszámot. Tehát nyilvánvalóan, hogy ott azért volt annak a Gazal törzsből való lónak egy hivatalos növe, mert ő Gazal 7-valahányas volt. Igen. Most én így fejből nem fogom tudni, jó, nem csak de a Gazal 7-es volt az ő apukája, úgyhogy hát onnan indul. Egyébként ők itt ketten egymás mellett, ők testvérek apáról, és egy év választja el őket egymástól. Ide is rohan. És ő már egy rabló. Lehet látni, hogy szépen ki van fehéredve. Keresgél, hogy hát ha van valami. Ha gondolják, őnek is keríthetünk egy kis ennivalót. Úgy lesz ilyen szép. Ne csak az ilyen műkajákat mutatjuk meg. Ez ugye egy roppantott zab, ugyanúgy beporszívózza, mint a másikat. Borcsuk a korsóban is ilyen volt? Ez a fajta volt? Nem. Azt nem tudom, hogy milyen fajta volt, de
Arról azért tudnék, hogyha milyen lett volna, mert akkor valaki már dicsekedett volna vele. Viszont a Hirohitónak volt egy ságiája, a japán császárnak. Tehát őról a például tudom. Na, még valaki? Mert éhen kóbász, látják. De a Horthy lova az szürke volt, szürkés. Szürke árnyalat is volt benne. Nagyon egyébként ugye nagyon esetfüggő az is, hogy melyik hogyan viselkedik. Ugye hangulatuktól függ egyébként az is, hogy hát akkor őnek itt most milyen kedvükben, ki akarnak-e jönni, vagy nem. Malik például meg szokta velem csinálni, amikor valaki fölidegesít, és akkor én úgy jövök ki a csoporttal. Nyilván ugye nem a csoportokra gondolok, hanem itt a munkahelyen valaki valamivel szól, és akkor egy kicsit idegesebb vagyok a kelleténél. Akkor ő simán megcsinálja azt, hogy kinézett rám, azt mondja, hogy hú, ideges vagy, akkor menjél vinni, szálljunk, hogy meg. Szépen beáll a sarokba, és akkor ő nem jön oda. Ebből látszik, hogy most nyugodt vagyok, mert ide jöttem. Hát ő például nem egy terápiás ló, viszont éppen ugyanez a tulajdonsága, hogy mennyire föl tudják mérni azt, hogy kinek milyen a hangulata, ez teszi őket lehet, hogy alkalmas-e arra, hogy például ilyen terápiás célos. De hosszú feje van neki. Én ezt hallottam, hogy dolgok, hogy minden használ terápiát, hogy jobbító iszre. Pont megvan nekik az a képességük, hogy képesek ráhangolódni arra, hogy valakinek milyen a hangulata. Na, ő neki ki szeretne adni. Alattuk a talajos föld. Nem baj, hogy egyébként gyerek. Döngölt egyébként. Nem, persze. Semmi gond. Páramás lopni. Várjál, maradékot is tessék, nem vagyunk. Ugye a Böri Cica, ő az udvar jegerész. Hát a Huszi, ő már csak ilyen egyébként, ő a lovas zenekarunknak a szolgálattevő lova az egyik. Ő szokott válogatni. Hát igen, ugye a Sági az már egy kicsit azért tömegesebb, ugye, ahogy mondtam, ők már azért egy kicsit nagyobb testűek. Ő például egyébként szokott arra lenni, most is szerintem az van abban a zsákban, ilyen felföldi, különböző növényekből való ilyen pellet. Ha azt hozom ide, akkor csak ránéz, megszagolja azt, hogy most én nekem ezt meg kéne enni. Hát ő neki például az abszolút nem. Kipróbálhatjuk? Nyugodtan. Hát, ha önöktől elfeledjen. Jellemző, hogy a lovak szeretik a macskákat? Kincsemnek is volt egy cicája. Volt neki, ugye az azért volt, mert különben totál dilis volt szegény. Igen. És akkor kellett neki egy olyan, akivel le tudja vezetni. Igen. Így van. A macska, ugye? Tehát volt neki egy szociális kapcsolata, akivel egész idő alatt el tudott lenni. És akkor az a cica az úgy jó volt neki, mert egyébként a ló az nem bánt senkit. De hát például nálunk birkákra szokták ezt a problémát. Aztán... Ő náluk nincs rá szükség, de az angol teli véres részen... És a birkákkal akkor lenyugszanak? Tessék! Persze! Nem is hallottam. Nem vittem? Nem azt mondtam. Jöjjön nyugodtan. Még az elején talán elfogadja, de aztán utána nem annyira rajongani érte. Ott van ilyen zöldzsákban ilyen nagyobb szemű. Megszívattak. De csak nyomog rajta, nem tudom, hogy mit vele. Nem akar, nem de ehhez idő kell, hogy ezt megrágja. Megcsúszik. Nem. Hát nem baj. Ez a gyönyörű fekvő. Ő Franciaországból a széne miatt. Nagyon jól. De nem tudom, hogy ki figyelte, ki nem figyelte. Itt például ennek a két gazallónak volt azért viszonylag jelentős ilyen rózsaszín foltozóra. Nem tudom, mennyire tűnt szembe. Igen. Az egy pigment hiányos felület ezeknél a lovaknál, mert hogy a ló bőrének a finom szürke. Megérzik egy csúdó szóval, tegye oda a szája mellé a kezét, mert hatalmas nagy az alsó ajka, és ezt szembe tesz, akkor simán berántja az ajka meg a fogak közé a tegyet. Oda tudja neki adni, de oldalról tegye a szája. Úgy. Mert ugye nagy maga a ló. Nagy maga a ló, de óvatosan jó, oldalról így.
pont háttal vagy. Nem bánt meg, meg nem akar megdarabni senkit, csak hatalmas, nagy, vastag az alsó ajka, és olyan hirtelen fölrántja az ember ujját, egyből megijedünk, hogy hoppos, akkor mi lesz, pedig nem szereti az ujjakat. Azt mindig kiköpik. Na, hazámegy neki. De elég, hogyha ráharap. Ugye a fogai, az ugyanaz a rendszer, mint nálunk, tehát ugyanolyan ment nekünk, viszont nagyon éles. Ez azért van, mert ha kimegy a legelőre, őnek annak pontosan kell illeszkedni, hogy mindegy olló le tudja vágni a füvet. Tehát, hogyha azt a kis vékony valamit el kell vinnie, akkor a bőrünk az semmi neki. És éppen ezért egyébként tényleg erre nagyon kell figyelni. Tehát erre nagyon kell náluk figyelni, hogy ugye például most már egy kicsit az izgatott is őkkel, mert... Nem veszünk telefont. Hát szokták szeretni egyébként. Szokták szeretni. Ugye azért ez nagyon ritka nálunk, a fekete szín. Ő is csak ilyen jobb ilyen mondható feketére, mert a fülébe belenézünk, ott azért ott a barnás szőr. Lágyék részen, benne van a barnás szőr, tehát... Amit még megfigyeltem, annyira rendben tisztáltak mindegyiknek az ampolja. Én meg amit megfigyeltem, bocsánat, hogy az első negyedében születtek általában, legelső született áprilisban, mert májusban, a többi mint január februárban. Igen. Tehát a legkésőbb júniusban születnek, ennek az az oka, hogy egyszerre választják, illetve egyszerre viszik át Csikótelepről az ölbői telepünkre a fiatal lovakat. Na most, amelyik megszületik január-februárban, az már azért ugye el tudja magát látni, megtalálja magát. Amelyik mondjuk júniusban születik, az van 4 hónapos, amikor kikerül, vagy 5. Tehát ő neki azért nagyobb stressz, meg közelebb vannak egymáshoz, hogy leválasztják az anyjáról, utána akkor megkapja a besütését, és akkor van még 1-2 hetet, még Csikótelepen is elviszik. Ő neki az úgy egy kényelmesebb dolog. Mert ugye különböző évjáratokban van. De azért mondtam, hogy mindig az év elejére időzítik pont ezért. A fedeztetés meg Igen. Mindig úgy próbálják tervezni, hogy ebbe az időszakba szülessenek. Őszi csikót nem szeretik, mert akkor nagyon kis fejletlen, amikor bejön a hideg. Tehát ővelük az a baj, hogy nagyon picike akkor, amikor megjön a hideg, és azt ők be szokták csak bevállalni mostanság. Régen voltak, tehát régen itt is voltak rendszeresen őszi csikók, de őket külön is kezelték, az egy nehezebb feladat. Akkor 13 éves, ugye? Mert ott a születés. Tehát akkor jól figyeltek. 11 éves szület. Igen. A 11 hónap a benhesség nálad, tehát azt is figyelembe kell venni. Nem tudom, hogy a csontvád már kellett volna megszállni, akkor meg tudtuk volna. Nagyjából ez a 30-40 környéken. Mennyi volt az ember? Van. Annyi biztos, hogy van, nem többnek kell, hogy legyen. Ez legalább megáll. Ő nyugisabb. Ugye ő nála lehet látni, hogy ő születési néven Koppány nevezetű ló. És amikor hozzánk került, akkor mi átneveztük, és hogy a mi névrendszerünkbe be tudjon illeszkedni, ezért a Kohajlán 13-as nevet kapta. Tehát az ő csikói már ezt a nevet öröklik. Itt majd a sarkó, ha minden igaz, akkor a legelső ló az a boxát látjuk, meg éppen a farát, mert más még egyelőre nem. Ő egy jó kis nyugis ló. Tehát ő egyrészt egy nagy termető, robusztus, tömeges jószág. Rámásró, hát mellette már nem kap semmit, csak többi mögötte. Figyel, hogy nem kap semmit. Hát de hozhatnak neki, ha szeretnének. Itt a kis talicskából lehet kapizni. Túl sokat ne adjunk neki, de hát adhatunk innen, egy picit veszünk elő. Másik oldalra menjünk. Másikba van, mert ez a trágyás, ebből nem veszünk neki semmit. Meg, csak finoman. Nagyon jó kis ló. Erre akkor, aki szeretne egy kicsit adni neki, akkor hoztam egy fémarékkal. Kérj, anyu, most kérj. Kérj. Na most.
Annyira vetetted a lavat, otthonra vesztek egyet, úgy látom. Hol van a besütés? Neki nincsen azért, mert ő egy francia ménesből jött. Ugye a színe miatt vagy bérlünk, vagy veszünk lovakat. Kérhetek. Ő az egyik ilyen, akit vettünk. És ugye az ottani tenyésztő, ő úgy volt vele, hogy ő neki nem szükséges ez. Van egy, tehát két dolog van ebben. Tehát régebben a besütéssel jelölték azt, hogy egy ló, kicsoda-micsoda. Ez olyan volt, mint egy elválaszthatatlan rendszámtábla a hölgynek. Nem. Megpróbálom még egyszer, mert belegyüttem már. Na most lehetne, ezt láttam, arról valaki jelentkezett, csak azt nem tudom, hogy ki volt. Majd ide értem, meg adtam-e neki. Lényeg, hogy régen a vesítéssel jelölték azt, hogy ki az a ló. Most már ugyanúgy, ahogy a kutyáknál megvannak a csippek, ugyanúgy a lónál is megvannak a csippek. És most már ez alapján azonosítják be őket, tehát le lehet olvastatni, és akkor... Hát most elvileg már ez a villogozás, ez a besütés, ez már nem lenne kötelező. Nálunk a hagyomány miatt csinálják. Tehát igazából ez az oka. Viszont sokkal kényelmesebb, mert hogyha 5 méterre legel tőlünk az a ló, akkor is tudom, hogy kiről van szó. Mert ővelük még az a helyzet is fönnáll, hogy van egy digitális lajstromuk. Tehát kint vagyok a legelőn, és van olyan szerencsés helyzetem, hogy még térelő is van. Akkor fölmegyek a telefonommal a kis honlapra, és akkor ott be tudom nosítani, hogy mi a pedigré ennek a lónak. Tehát akár esetlegesen az ő ivadékait is látni fogom ott, hogyha lejelentett a tulajdonosra. És szokták őket kihagytani képen? Hát ők nem eladóak, viszont tehát, hogy mennyiért vettük például azt a lovat, mert ő tavaly került úgy ide hozzánk, hogy előtte 2 évig bérletben volt, ezt nem tudnám megmondani. Egy átlagos ilyen fiatalabb 3-5 év közötti ló az ilyen 2 millió plusz szápa környékén mocorog. Mint egy autó. Hát, nem biztos, hogy jó néven tenni. Viszont Dióra Perzsbalban többször volt bajnok, tehát azt azért jobban, még most is szívesebben csinálná szerintem. Tavaly már nem versenyzett, de tavaly előtt még versenyzett. És általában azért szokott nyerni. Hát ővelük az a helyzet, hogy ő sárgyába is már nagy termető. Nagy. Magába... Egy ugrásra. A hátat is fordított. Pedig... Nem eszik. Hát... Olyan 5 környékén mozog, és most nagyon jól látni ott a csánkjánál azt a kis szürkés valamit. Az az a pata, amit mondtam, hogy... Diós pusztán vállalunk, itt csak akkor, hogyha fedeztetésre jön a kanca. Tehát csak abban az esetben vállalunk bértartást, akik versenyekre jönnek, mert hogy 2 helyenként azért vannak versenyeink, a versenyekre oda kint vannak külső területen boxok, mobilboxok, ahova be lehet állítani őket. Ide nem lehet behozni, ez ilyen járványügyi okokból van. Régebben volt rá példa, egy 10-valahány évvel ezelőtt egy verseny volt, aminek az összes papírja rendben volt, csak a ló nem. Aha, megfertőzte az áramat. Aztán akkor volt belőle probléma, meg volt elhullás, úgyhogy aztán azt mondtuk, hogy annyit nem fizetnek érte. Úgyhogy őnek lehet hozni esetleg még egy fémari kis zabot. Hát igen, a többi jól, akkor én tudom, hogy az nem. Hát ott a nagy talicskában van még egy kicike. De innen, hogyha gondolja, akkor esetleg megnézzük, hogy mi van ez a zsarában. Kápa, nagy darab. Nagyon zsíros a faja. El fogja pusztítani szerintem ezt is, mert hát ő azért annyira, ő annyira nem kényes szerintem. Nem? Azért a porszívózat. Az a helyzet egyébként,
tehát ők jobban félnek általában az embertől, mint fordítva. Parocs. Tehát... Gondolom, ugye nem. Nem nagyon tetszett neki, hogy valaki ott vannak, mert pihenni szeretett volna. Tehát, jó, 10 éves, de nem hagyja fiatal. Hát, általában azért, ha majd beindul a szezon, akkor majd ez ilyen szinte minden napok lesz. Na most még egyelőre, ez nagyon ilyen. Meg hát ugye hétvégé van, most hárman vannak az egész udvarra a kollégák, úgyhogy... Na, ilyenkor, most már azért figyelni kell arra egy kicsit. Kiszorodni. Persze. Hát a lóna nem lehet azt mondani, hogy hát szombat van meg vasárnap, tehát náluk ugyanúgy meg kell lennie a mozgásnak. Még valaki esetleg ilyen kis folyócskát neki, így szeretné egyébként, tehát simán bepuszíja. Csak a felét elszólja. Igen. Azt se ízott neki valami. Sőt, olyan is előfordja az, hogy egy is nincs, nem? Ugye, amikor éppen ilyen repülőt... Ott már valamit, lekopott. Tényleg nincs a parka? Lehet, hogy azért kapar. Hosszú a parka. Nem tudom, hogy hogy van neki az üteme. Ez nem én. A farka le van vágva? Azt mondja, hogy ez nem annyira csípő. De nem, van. Azért mondtam, nem annyira. Ha valaki szeretne kezet mosni, van egy csapunk, jó? Nem te volt. És arra mit mond, hogy ijedős menekülő zsákmányán az alud? Igen? Csinálom. Attól. Érzéketleníteni lehet a lovat is. Például ugye a lovas zenekarnál, ott amikor fölnek a hátára a dobbal meg a harsonával, akkor azért biztos, hogy világá szaladna, hogyha ezt csak úgy csinálnánk, hogy valaki fölül is megfújja a harsonát a hátán. Na most ezt úgy szokták megcsinálni, hogy bejönnek ide a legények gyakorolni az istállóba, telen kelletlen, muszáj, hogy ott végighallgassák azt, ami szerencsétlenkedik a tanuló, míg megtanulja a kottát. Aztán ugye menet közben, amíg a legények megtanulják a fújnivalót, vagy éppen most már lányok, mert ugye már van hagyományőrző lány is, hagyományőrző huszárok, de több a lány már. Na mindegy, úgyhogy legalább valaki viszi tovább a dolgot, hogy ne egy adott négy egy ilyen repülőfejjel. Nem bántalom. Én csak fényképet csináltam. Szépen ezekre a dolgokra rá lehet csak őket szoktatni. Igen, csak fényképet csináltam. Egy azzal fokozatosan, hogy ki van téve annak a hatásnak, amit ő nem szeret, azzal így rá lehet venni, hogy előbb-utóbb tudja tolerálni. Nyilván ez attól függ, hogy mennyire zavarta. Cic? Cic? Ez a... Hát, nem úgy működik, tehát a mai napon nem az van, hogy mindegyiket kivisszük, hanem a mai napon alapellátás van azoknak, amelyikeknek tudjuk, hogy sokkal kényesebb arra, hogyha nem mozog az nap, akkor ők azért ki vannak véve karámba, beviszik őket a lovardába, tehát úgy azért meg lehet őket mondítani, hogy ne legyen bajuk, tehát hogy ne kórikázzon be például. Egyébként így a... Az elszám, hogyha ha kiviszik, akkor legyen minden, amivel ugye felváltják. Na ő meg, ugye a Koppánynak a fia az utolsó előtti lónak. Mondjuk például az, hogy hát meg igen, az a fejló itt az utolsó előtti. A kisnyugis, hát ő ugyanaz a történet, tehát ugyanaz a kisnyugika. Kíváncsiskodik. Ugye itt majd a besütésen majd lehet látni, mert ugye arra mondtam, hogy hát ő a Koheilán 13-as, van egy K betűnk rajta, meg van egy 13-asunk itt, és alatta meg ugye az ő Csikó száma. Jaj, de hogy tűzzel egy.
De türelmesen, hogy a keze után. Úgyhogy hát ők itt fiatalok egyébként, az ő kivétel, mert ő ősmén ott a sarokban, de ezek itt ilyen kis fiatalkák ebben a nyitboxban. 3-4 évesek körülbelül, 3 év környékén kezdenek elő kérembe dolgozni. Tehát akkor már azért annyira élet, hogy hát lehet vele több mint 5-10 percet folyamatosan dolgozni. Olyankor szokták őket hozzászoktatni a szerszámokhoz, akkor nap nyelget vagy támoltatók, hogy minek akarják használni, hátas vagy fogatos lónak. És hát akkor utána, hogyha már nyelget tudja vinni, akkor utána majd fölkerül előbb-utóbb a lovas is. Hát igen, ugye az nagyon fontos az, hogy milyen a fogazata, az ugye egy visszajelzés az egészségi állapotára. Nyilván a korára is, tehát ugye nálunk nagyon egyszerű, mert válunk sütve az, hogy születési évének az utolsó számjegye. Aztán az, hogy 10 év alatti, 10 év fölötti, 20 év fölötti az aló, az meg úgy nagyjából belőhető. De hát minden esetre egyébként ugye az, hogy milyen a fogazat, az sokat számít, illetve sokat elárul a lóról. Yeah. Alapvetően hogyan volt tartva, ugye a kora, az állapota. És ez a fedeztetés, ez hogy történik, hogy összeengedik őket, vagy? Nem ellenőrizik. Mesterséges. Tehát ugye mesterségesben van a java, tehát ott azért az úgy egyszerű, egy kis fiolával megvan olva a dolog. A méheneket meg rávezetik a fantomra, ne egy meg a kocsát. És akkor ott van egy műhüvely, egy ilyen sőbetéttel, és akkor annak a végén van egy fiola, ahova rögtön bele is szűrik. Ő neki meg azért van ez itt rajta, mert ő karórágó. Ez a betegsége, illetve ez a neve a betegségének. Tudna levegőt nyerni, meg egy csomó mindent ugye behenne innen, ami nem kell neki. Ez, hogy most inkább egy ilyen stresszes dologgal függ-e össze ő nála, vagy mitől jött elő. Mert mit tudom én, egy olyan évvel ezelőtt ez még nála nem volt probléma. Én jobbára tennék, lehet, hogy azzal függ össze, hogy aki foglalkozott vele, a gondozója, amikor itt volt, addig nem volt vele gond. Amikor ő elment utána, hát kicsit tolgatta ő is az órát, aztán ő utóbb megjelent rajta ez a történet. Én tehát, hogy valószínű, hogy azért annyira megkedvelték egymást, hogy tehát így ez ennyiben. Hát még ilyen is történik a lovakban. Tehát... És ott a só beté való. Az kő, nyalósó. Folyamatos. Nincs meg a takarmányában, nincs elég só. Csak azért, hogy ne legyen neki egészségi problémája, tehát mondjuk ténylegesen annyi levegőt, meg annyi mindent ne legyen be. Ezért aztán, hogy rajta van, ez megakadályozza, hogy ő ilyen kényszerelő legyen például. És akkor így nem lesz baja. Ezt amikor dolgoznak fel, akkor leveszik. Így legalább nem veszik össze. Lehet, hogy a mi nyilvánkra is kéne, hogy még kapkodjon rá mindenkor. Jó, Istenem! Jó, de cuki vagy. De cuki vagy. Igazából nagyjából itt ők hárman, akik hasonló színűek, és ők nagyjából egy korosztály, ilyen 3-4 éves. Te is gyönyörű vagy. Nagyjából ők már azért elérték azt a körülbelüli végig formájukat. Nyilván úgy, ahogy az emberek is 20 éves korukhoz képes még gömbölyödnek, ők is még fognak egy picit dongásodni, de nagyjából olyan fejlett formájuk mondta dolgok. Hát ő a bekecs szegényem pár évvel a kölcsönnek szadva. Tavaly viszonylag jól nézett ki, mert rendben lett hozzá. Tehát tavaly előtt, leghátul aki van, nem annyira épületes látvány szegényke. Az a baj vele, hogy direkt meg lehet mondva annak, aki elvitte, hogy oda kell rá figyelni, mert hajlamos bekólikázni. Hát ezt megoldották azzal, hogy nem kapott annyit tenni, és akkor innentől kezdve úgy néz ki, mint a csontváz. Tehát akármit próbáltunk vele utána csinálni, majdnem el tudtam úgy húztunk haza. Tavaly előtt viszonylag jó formában volt, nem volt akkor se szép, viszont ettől még teljes értéke megvan neki.
Még ilyen fehér órót nem is láttam. Hát én egy ilyen fehér óka. Láttam már én bámészkodót, mi nagy hű. Hát ő fel egyébként, tehát attól függetlenül, hogy nem sötét színű, nem fekete. Nem jegyeztem meg, mert szép arabos neve van neki, így, ami a vece neve. Aztán pont ezért nem maradt meg. Jó pofa kis jószág egyébként ő is. Annak van egy tudor az órán, ott bal oldal. Bal oldal. Igen. Nem tudom, hogy mi van rá. Hát, igen. Valami lágy történt, tehát akár az is lehet, hogy valami ömleny van rajta, megszúrta, vagy megütötte. Tehát lehet, hogy mondjuk két héttel később jönnek, nem lesz rajta. A milyen fenébe? Itt a másik oldalon van egy lovunk, őnek itt van az alsó állat, kapcsán egy ilyen csontkilövés. Az például egy kemény történet, aztán lehetne róla műteni, de ha lesz egyik, nem tudom teljesen, hogy nem nő neki vissza. Ott van, nem tudom, hogy ő megfogta, hogy ott van neki. Jaj, de sovány. Ja, ő az a sovány. Szegény. Nem is. De eszeget. Elszégyülte magát. Ez is egy különleges színű. Az a fehér? Az a fehér. Ő az a sovány ló. Hány éves vagy? Rámondták, hogy kólikára hajlamos, és akkor nem, ezért nem etették, és viszont ilyen sovány. Jó van, vigyázzál magadra, jó? Te nem kaptál? De szép. Hát persze. El vagy anyagolva. Te itt vigasztalod? Igen. Jó. Te is szólsz nekem hozzá. Lefilmezem. Kész megéhöztem a való labdába. Nem zárkált el a csapot? Nem, valamely kicsi. Nézd a cili-milité. Hát te, mit csinálsz? Hát, hogy kísérgetlek benneteket. Cica. Keresem az egereket. Bocsánat, kijövök. Jó.